Igen. Gyerekek, láttátok az Amáris strandon ezeket a művérbe lefóliázott embereket? Láttuk. Emelkedik az ingerküszöb, azt kell, hogy mondjam. Már vagy nem az ingerküszöb emelkedik, hanem a hatáskiváltás, vagy az eszköztár. Hát amivel megpróbálnak megpiszkálni. Megpróbálnak bennünket megpiszkálni, húszevőket. Igen, művérben áztatott, lefóliázott emberekkel sokkolták a strandolókat. Vegán aktivisták, hogy csak a témánál maradjunk, Zamádiban. Ugye ez a jogok az állatok, harc az állatok jogaért magyar szervezet, vegán szervezet. Hát az Zamárdiba befeküdtek három ilyen fehér tálba, leöntötték magukat vérszerű dologgal, fürdőruhában, vagy talán majdnem mesztelenül, és lefóliázták saját magukat. Mint egy ilyen csirke mell. Egy húspulton. Mint egy húspult, és aztán ki van írva, hogy humánus, vagy hagyományos, tehát a gazdaságból származó tanyasi emberhús. Humánus gazdaság. Humánus. Igen, ugye, hogy most a húsipar az e felé megy, hogy azt mondja, hogy humánusan tartva az állatokat, tanyasi csirkét ad az embereknek, és akkor ez mennyivel jobb. Erre hívták fel a figyelmet. Ó, megsérült a csomagolás. Horror mennyiségű piros festékkel fekszenek fólia alatt. Igen. Figyelj, én ezt bírom. Nekem ez tetszik. Hát, látunk már ilyet. Igen. Én ez itt lent a strandon, miközben ott a csávó vár a lángosra. Persze, meg a gyerekeddel sétálsz. Nézzük, őt áldogál egy kis fürdőnadrágba, baseball sapkába, fél megőrülsz. Megnézegetik. Azt a gyereket figyeld meg, aki a háttérben sírásra görbülő szájjal rohan az anyukájához, hogy anyu, mi ez? Gyerekek, ne legyünk már ilyen álszentek. Mi baja lesz a gyereknek 10 évesen? Hagyjad már, elmondod azért neki, hogy... Azért sír, mert a kilunkink tea nagyon magas. Azért sír, mert megmondták neki, hogy csak 2 fahéjas lá, ezért palacsinta, de... Mi baj? Most őszintén mi baja lesz? Oda mész a gyereket? Jaj, mi ez, nyugodj meg, élnek, csak leöntötték magukat piros festéket. Nem mondd, hogy a gyerek 5 perc, hanem nem vidáman labdázik. Igen, és a Balaton. Mi baja lesz? Jó esetben még el is magyarázott, hogy miért csinálják ezt ezek annyi az időm nincs, megyek csúszdázni. Ja, akkor jó. Mit fekszenek? Most aki fóliába fekszenek, na, gyere innen. Így szeretik, jobban barnulnak. Apát, aki ura sör. Szóval, miért durvának gondoljátok? Vagy... Én... Inger... Én igen. Mi, hogy? Én azt gondolom, hogy nem éri el a célját, sőt, tehát ha edukálni akarsz, akkor az agyhoz kell eljutni, szerintem, és elmagyarázni a dolgokat. Ez a fajta megrettentés, vagy elrettentés, szerintem pont az ellenkezőjét éri el. Érted? Hogy egy húsfogyasztó meglát egy ilyet, szóval, hogy elmentek ti a francba, itt vagyok a gyerekemmel, azt a szart kell még nézni. Kézzel, hogy ez az itt vagyok a gyerekem, ez azért nem érdekes, mert a felnőttet jobban idegesíti, mint a gyereket. Tehát a gyerek szerintem ez örök, hogy anya, mi ez most, igen, hogy igen, de a felnőtt húzza föl magát. Igen, ezen. Hogy a felnőtt borul ki jobban, a gyerekre fog, vagy miatt ott borulok ki, Pistikém, akányának, ugye megszurkálnak, de feküdjél. De a gyerek egyébként szerintem halálosan jól el, és azt kérdez, anya, de érdekes, ők miért fekszenek itt egy fóliában? Igen, mert tehát meg... a gyerekekre fogva háborodik fel a felnőtt. Valójában szerintem ez is lehet a céljuk alapvetően, mert hogy a fiatalok sokkal jobban érzékenyíthetőek, sokkal befogadóbbak, sokkal inkább kíváncsiak, hogy ennek az egésznek mi az oka, amit te is mondasz, meg fogja kérdezni a gyerek. El fogják neki mondani, hogy miről van szó. Még az felnőtt, is lehet, hogy itt a felnőtt az, aki a legtöbb esetben felháborodik, ahogy Feri is mondja. Felháborodik rajta, és lehet, hogy nem éri el a célját, most vagy azért, mert lelkismert furdalását támad, és akkor kikéri magának, hogy miért tolnak az arcába egy ilyen kis performance-t, vagy egyébként egyáltalán nem éri a célját, mert valójában az ő inger küszöbe valahol teljesen máshol van. Ő amúgy se érti ezt az egészet, de nem fogja tudni értelmezni ezt a dolgot. A fiatalok viszont igen. A gyerekek igen. Tehát azt mondta, hogy semmi értelme, nem, nagyon nem fognak nem húst tenni, szerintem vagy húst tenni. Nem fognak. Nincs, de valamit csinálni kell, nem? Tehát, az a tudatos nevelés, érted? Tehát azzal lehet, szerintem azzal lehetne célt elérni, hogyha ezeket tényleg normálisan, plusz én nem tudok átállni erre az oldalra, gyerekek, vegyes táplálkozásra vagyunk kialakítva, igen, az ember ilyen gyarló és elkezdett tenyészteni állatokat. Igen, ezt lehet, hogy te gyilkosságnak hívod, én meg vacsorának hívom, érted? És ezen összeveszhetünk ezen a dolgon, de azt én is támogatom, hogy normális körülmények között tegyük meg mindezt. Van fájdalommentes vége ennek az állati élet, ami utána te tányérodra kerül, meg van az olyan telepen tartott állat, amitől én is hányok, és én se szeretem, és én se támogatom. De ez a fajta dolog nem fogja elérni a célját a közönségnél, érted? Tehát ha valaki ezt saját ésszel fölfogja, hogy ő azt mondja, hogy kevesebb húst eszem, vagy egyáltalán nem eszem, az nem ettől a fajta megbotlásodik. Hát, írj, hogy az apa, mit csinálnak a bácsik? Nem normális, hogy gyere, együnk egy gyroszt. Egyiket megsütjük. Igen, jó, kisfiam, na gyere, ne nézz ezt hülyeséget, mit kérsz, gyroszt vagy hasábot?
És most 10 éves gyerekről beszéltél, de egy 3-5 évesnek mit mondasz? Hát, ott van vérbe tocsogva egy ember. Persze, de figyelj, én azt nem én mondom, nem hiszek ebben a gyermektraumatizálós dologban. Én kicsit igen, 3-5 évesen... Semmi, szerintem mosolyog, váldogál és nézi, hogy mi az, de nem traumatizál, ettől nem traumatizál. Pont el múlt héten vagy 3 hete beszéltünk arról, hogy milyen traumát okozott az, hogy valaki hallotta a szüleit szexelni. Szerintem az sokkal nagyobb trauma, anyának valami nem szexelni, mint egy csávú fekszik zamárdiba befóliázva művérrel. Szerintem azt is a kettő között nagyon nagy különbség van, amikor anyádat szolgálják fel, vagy lát őket érted. Tehát, hogy azért az nem ugyanaz, nem? Szóval a kettő között azért van különbség. Figyelj, szerintem részben elérik a céljukat. De van közük ahhoz, hogy te mit eszel? Van közük ahhoz, hogy mit teszel? Belemászhatnak ők zamárdiban az arcodba, hogy ne egyél húst? Én azt gondolom, hogy figyelj, ha most a vegán szempontjából nézzük, akkor a vegánnak meg ugyanolyan irritáló mondjuk, hogy azt látja, hogy ott húsok sülnek abban a pultban, abban a büfében. Mi van? Őt meg az zavarja. Nem állj, Jani. Őt meg az zavarja. De engem nem zavar, hogy te nem eszel húst. De nem azt mondom most. Okay, de menjen a vegetáriánus strandra, akkor csináltak a vegán strandot testvérem. Hát, az zavar, hogy én húst eszem. Álljon már meg a világ, gyerek. Hát miért ne zavarhatna? Hát de miért zavar? Hát csak, hogy jól lehetnék a tűz. Engem kifejezetten zavar. De engem meg nem zavar, érted azt, hogy te meg nem eszel húst. Hát hogy? Hogy, mi az, hogy zavar, hogy én hogy élek? Hát akkor költözél el a mezőre, vegyetek répát, érted? És de akkor megyél be a boltba, de akkor te nem mész be a boltba, mert van benne csirkemell. Hát szerintem, tehát van egy demokráciának az a sajátosság, hogy az emberek elmondhatják, nem csak elfogadod, hanem el is mondhatod a véleményedet. Tehát, hogyha valamivel te nem értesz egyet, akkor azt te gyakorlatilag ki is nyilatkoztathatod, te is elmondhatod, látod, te is elmondhatod de a véleményedet. De engem nem zavar, hogy te nem De hát tudod, hogy én más, vagy, én okay, más, nem róla, más igen, a vegánokról beszélünk, én egy más kategóriában, okay. Hogy én elfogadom azt, hogy ti éltek nekem, ezzel igazából nincsen problémám, én élem a saját életemet, járom a saját utam, meg ti is jártok a saját utatokat, az kész, ennyi. Én nem tudnál valak senkire semmit. Erről beszélek én is, hogy hagyjál békén, csináld, tökre örülök. Legyen ismeretterjesztés, oké, okay, de ez... Tehát azt mondod, hogy kontraproduktív, tehát egy vegára még jobban meg is haragszunk ezáltal, hogy művérbe fekszik a zabáris csandon. Igen, csak ugyanakkor meg itt jön elő az inger küszöbnek a kérdése, hogy az embereket egy prospektussal nem tudott semmilyen irányba terelni valójában, mert vagy egy nem elég értelmes, intelligens ahhoz, hogy megértse, abban leírtakat, hogy egyáltalán nem tud olvasni, amit nem olvassa végig, egyszerre fogja, összegyűri, kidobja, vagy azért, mert egyszerűen túl száraz neki ez az anyag. És akkor itt van egy direkte formája ugyanannak a típusú terelgetésnek, vagy ugyanannak a típusú informálásnak. Egy húsevő miért nem cseszteti a vegánt, hogy egyen húst? A vegán miért cseszteti jobban a húsevőt, hogy ne egyen? Meg vagyunk, kész, ezt mondom én értem is. Értem az érveket, most direkt vagyok egy kicsit állni, csak kérdezem, hogy több vegán csesztet egy húsevőt, mint ahány húsevő csesztet egy vegán, mi nem? Mi nem szólunk nekünk, mi örülünk, mert nekünk több marad, tudod? Milyen álnaív kérdés ez? A vegánokon miért bántják a húsevőket? A húsevők miért bántják a vegánokat, tudod? Okay, én értem, hát mindenfajta gazdasági hatásával. Nem egy direkt bántás, de azért valljuk őszintén, hogy én, aki soha nem reklámoztam, mert én nem reklámoztam, beszéltem róla, de nem reklámoztam, ahogy az előbb is elmondtam, mindenki úgy él, ahogy akar. De azért én itt a Viber falon láttam már egy mit tudom én, egy 100-150 darab olyan SMS-t, meg üzenetet az elmúlt tizenakárhány évben, ami pont arról szólt, hogy érted, hogy a csöpség még nem eszik húst. Hogy a hajad is kihullott. Kapom az gyakorban a támiszer zsebre repélni. Így van. Nem tudom, mire kerülsz. Én abban tisztában vagyok egyébként, hogyha mi egyszer csak átállnánk, tudom ennek a gazdasági, a mezőgazdasági, a állattenyésztési oká, minden okát tudom. Tehát, hogy valóban nagyon sok ért mellett szól, csak nem tudom, hogy lehet elérni, de a felennyi vagy negyedennyi húsfogyasztás már nagyon nagyot lökne az ember ökológiai lábnyomán, a vízhasználattól kezdve mindent. Tehát azért ezzel még a húsfogyasztók is szerintem tisztában. Van ebben igazság, amit a vegánok mondanak, csak most írja valaki, hogy nem láttam még a posztot, azt mondja, hogy nézzétek meg a posztalat, hányan csesztetik ki Janit a Vega burgerrel. Meg se néztem. Tehát, igen, igazából szegény elment, bevásárolt pénzt, költött, dolgozott vele, és még le is cseszik. Én csináltam a címbéimnek egy reggelit. Bocs, elnézést, majd máskor nem fordul elő. De. És tényleg, akit most hívunk az aktivistát, úgy hívják, hogy Húsi Sándor.
Hát, na neki milyen nehéz jó, lehet. Szegény. Névvel nem szoktunk viccelni, igen, azért erre most így felkaptam a fejemet a vonalban. Húsi Sándor. Szerintem már róla van köszönöm. Hello, Sanyi, jó reggel, csáó. Szia, Sanyi. Te vagy a tégla? Sziasztok. Bízom benne. Ha van humorérzéke a társadnak, akkor ezt az egy pár azért ezt kijátszák egy párszor a te esetedben, nem? Bízom benne, hogy én vagyok az egyik tégla. A sok közül. Figyelj, mit szóltak az emberek? Milyen arcokat láttatok, hogy mi volt itt az Amári strandon? Nagy volt a népfelháborodás? Teljesen változó volt. Eleinte voltak olyan arcok is, akik odajöttek beszélgetni. Volt köztük felnőtt is, gyerek is, szép számban. Voltak, akik szórólapot is elfogadtak. A végebb fele volt egy picit több az a hangos szülő, aki azt tette szóval, hogy miért kell a gyerekeknek ezt látni. De hát ugye ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy boltok polcén lévő tálcás húsok, azok miért nem zavarják a gyereket, vagy a szülőt, illetve a fenteső mögött, ami lógém fél állatok, azok miért nem traumatizálják a gyereket például. Igen, volt olyan, aki azt kívánta, hogy az aktivista hajol meg a fólia alatt, és valaki meg akarta verni, ez nálatok történt, most ez igaz? Igen, én is, de hát ezzel nem nagyon foglalkozunk. Figyelj, attól nem féltek, amit például a Feri is mondott, hogy adott esetben pont az ilyen szélsőséges megnyilvánulások miatt, az átlagember számára szélsőséges megnyilvánulások miatt így kontraproduktívá válik ez a dolog? Tehát, hogy pont az ellenkezőjét éritek el vele? Hogy irritálóvá váltok, illetve irritálóvá válnak a céljaitok? Én úgy gondolom, hogy bármilyen módszert alkalmazunk, ha egy ellentétes véleményt fogalmazunk meg, akkor nagyon sok embernek alapból nem lesz ez szimpatikus, viszont ezekre az akciókra meg szükség van, mert egyébként nem kerülnénk be a Balázsékhoz, illetve nem tudnánk több ezer emberhez eljutni. Most több embernek el is mondtam, hogyha most kiálltunk volna három táblával, akkor gyakorlatilag a 100 emberből mondjuk 90 elsőt állt volna mellettünk, mint ahol se lettünk volna. Akkor most már egyre élesítitek a fegyvereket, még durvábbak lesznek, hogy beszéljünk róla a következő akcióban. Én úgy gondolom, hogy ez egy szükséges dolog. Figyelj csak, azt tudjátok, bocsánat, arra van felmérés, hogy mondjuk hányan állnak át az általatok jónak ítélt oldalra egy ilyen után? Mert én azt mondtam, nekem nem a célotokkal van bajom, hanem a módszerrel. Hogy én azt mondtam, hogy edukációval, tájékoztatással, előadásokkal sokkal inkább célba érnétek, mert ez szerintem a húsevőknél kiveri a biztosítékot, és azt mondom, hogy de már pedig én akkor is fogom enni ezt. Ezek az akciók azért szükségesek, mert az embereknek a többség az közönyös. Ezek az akciók arról szólnak, hogy ezt a közönyt megtörni, és bekerülni olyan helyekre, hogy tudjunk normális keretek között beszélni az állatok jogairól, az állatoknak a helyzetéről, mert tehát nem ez a cél, hogy ott a helyszínen mindenkit átváltoztassunk vegánná. Nekünk ez csak egy eszköz. Azt, hogy most ez milyen embereknél, hány embernél milyen reakciót vált ki, az egy dolog. Az, hogy ide bekerülök, vagy egy másik műsorba, és el tudom mondani azt, ami az üzenet, az a fontos. De akkor azt, hogy együnk kevesebb húst, vagy hogy az állatokat ne bántsák, vagy szépen öljék meg. Tehát mi a fő üzenet? A fő üzenet az, hogy hagyjunk fel az állatoknak a bántalmazással és a kihasználással, ugyanis teljesen egészséges életet és boldog életet tud élni úgy egy ember, hogy abszolút semmilyen módon nem használják az állatokat. Itt vitatkozni? Nem muszáj nekünk bőrt, szörmét, sejmet hordani, nem muszáj nekünk lóversenyre, cirkuszba járni, nem muszáj nekünk húst vagy bármilyen állatérdeti terméket enni, még akkor is, hogyha Feri vitatkozik vele. Nagy dietetikus szervezetek és orvosi szervezetek kimondták, hogy jól összeállított teljes értékű és tisztán növényi étrend az élet bármely szakaszában megfelelő. Ebben benne van a csecsemőkor, a várandóság, a szoptatás időszaka. Sanyi, ennek pont az ellenkezőjét is kimondták más szervezetek. Figyelj, ebben nem menjünk bele, mert ez partalan vita, mert én is tudok öt olyan szervezetet, aki pont az ellenkezőjét mondta ki, és ugyanúgy alá van támasztva. Én azt tudom mondani, hogy az emberi fejlődésben gyakorlatilag a vegyes táplálkozás volt mindig a nyerő, ezzel jutottunk el idáig. Tehát erre én nem hivatkoznék. Az állati jogokra és a normális tartásra lehet hivatkozni, ebben igazad van. Tehát az, ami a világban most állattenyésztés szinten egy csomó helyen megy, az tényleg tűrhetetlen, de nem gondolnám, hogy a másik szélsőség a megoldás. Én úgy gondolom, hogy az állatoknak a jóléte az gyakorlatilag csak egy ilyen álomvilág, és csak azért jó, hogy a vásárlókat megnyugtassa. Ugyanúgy, ahogy a címkéken is ugye ez most szerepelt, hogy az adalékanyagtól mentes, egyenesen a termelőtől, a tanyasi csirke, meg stb. Tehát, hogy
ezek csak szlogenek. Hát van ilyen egyébként, bármennyire a történetnek így is úgy is az a vége, hogy elvágják a szarkát. Igen, csak nem mindegy, hogy hogy vágod el, meg nem mindegy, hogy addig hogy élt. Tehát egy szabadtartású marha csirke, aki boldog életet élt, a végén valóban halál van. De ez az állat szempontjából lényegtelen, mert az áldozat az az állat lesz. És mindig az áldozat szempontjából kell nézni ezt az egész történetet. Mindannyian meghalunk a végén, te is, én is, természetesen, csak nekem nem elvágja egy böllér a torkomat, vagy nem beleszúr, és akkor megisszák, meg megeszik a véremet, hanem én majd ki tudja, hogy hogy fogok elmenni. Az egy teljesen másik történet. Illetve az sem mindegy, hogy milyen körülmények között tartják őket természetesen, de hát ugye ez meg a velejárója sajnos ennek az egész rendszernek. A túlfogyasztásnak igen, de lehetne egy normális egyensúlyt tartani, akármennyire is nem értesz vele egyet. Jó, te azt mondod, hogy minden ilyen. Mi meg úgy, hogy, okay. Úgy, hogy ez etikailag nem elfogadható, mert az állat az nem azért van itt a bolygón velünk, hogy mi megzabáljuk, meg ezek az állatok egyébként pont azért vannak itt, mert ezeket mi tenyésztettük ki, tehát hogy ezek nem a vadon élő állatok, bár egyébként azt is megesszük, a vadászatból származót, ez nem menti egyébként az egész helyzetet, csak árnyalja. Mert valószínűleg egyébként, hogyha a Föld nem lenne olyan mértékben túllépesedve, aminek ugye mi vagyunk az okai, akkor nem lenne szükség ilyen típusú állattenyésztésre sem. De szerintem egyébként a végeredménye úgyis... Szerintem jelenleg sem lenne szükség erre. Rengeteg tanulmány készült arról, hogyha átállnának az emberek növényi étrendre, akkor ezt az egész rendszert, ami jelenleg fenntartatatlan, ezt át lehetne szervezni. De ennek az alapja az akkor is az etika lesz, mert amíg az emberek nem fogják föl, hogy egy érző és tudatosan érezni képes intelligens állatokról van szó, és úgy kezelik őket, mintha árucikkek, tárgyak lennének darab-darab, addig ez soha nem fog változni. És konkrétan ezek az akciók erre akarják felhívni a figyelmet. Ezért kell a közönyt megtörni, mert az ember nem foglalkozik azzal, hogy sírke, és bedarálják, nem érdekel. De hogyha ez az arcukban van tolva, akkor lehet, hogy elgondolkodnak rajta. És nekünk ez a cél. Gondolkodjanak az emberek, tegyenek föl kérdéseket saját maguknak, a régi elavult hiedelmeiket kérdőjelezzék meg. Te teljesen vegan vagy? Te mondjuk vegán? Tehát semmiféle állati eredeti dolgot nem fogyasztod? Tehát vegán, már nem is vegan, vegán. Igen, hát több mint 5,5 van már, igen. Aha. Hogy a vegán azért az nagy különbség. Figyelj, ezt mondd meg nekem, hogy én 20 éve vagyok vegetáriánus, de nem vagyok vegán. És laktó vagyok, hogy hogy néha azt érzem, hogy mi nagyobb rohadékok vagyunk, mint a húsevők. Állandóan megtalál mindenki, nagyon sokszor megtalálnak egyébként vegánok, hogy bekostolnak engem azért, mert én laktó vagyok, tehát hogyha, mint hogyha én egy ilyen félszerzet lennék, vagy én nem tudom micsoda, pedig hát azért azt gondolom, hogy ezen a téren, amint is dolgoztak, itt tettem le egy-két dolgot az asztal az életmódommal, de valahogy én mindig megkapom az ívet, hogy így nem, te még rossz személy, mert hogy ti azt se tudjátok igazából, mit akartok, mert ti valójában nem kötöttök elég kompromisszumot, ti nem tesztek eleget az állatokért. Igen, ez így van. Valószínűleg ez abból indul ki, hogy az etikából indul az egész ki. És nagyon sok vegetáriánus van, aki azt mondja, hogy ő azért váltott, vagy az ő kedvéért, vagy az ő önző érdekéből ne öljenek meg állatokat. Viszont ez ugyanúgy megtörténik, akár húsevő és vegyes étrendet követ az ember, akár vegetáriánus, mert a tejfogyasztás ugye a tejiparból jön. Hogy történne már, hogy bennünk el, bocsánat. A sajnos kéz a kézben van a húsiparra. Aha, hát ez még akkor egy hosszabb beszélgetés lenne. Nem. Hát, akkor lehet még egy másik 2 órás is. Igen. Sanyi, köszi, hogy elmondtad azért ezeket. Fontos volt. Köszönjük a lehetőséget. Nagyon köszi. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen. Húsi Sándornak köszönjük szépen. Jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön. A hírek után 9...